A görögkatolikus metropólia és a Hieroteusz Egyesület kétnapos nemzetközi konferenciát rendezett Máriapócson II. János Pál pápa máriapócsi látogatásának 30. évfordulója alkalmából. Előző műsorunkban láthatták a konferencia első napjának megemlékezéseiből készített összefoglalónkat. Most a konferencia második napján elhangzott beszédek néhány hangsúlyos gondolatát ajánljuk nézőink figyelmébe. II. János Pál pápa, amikor Máriapócson járt lő 30 évvel ezelőtt, akkor fontosnak érezte, nem tudom, hogy benne volt-e a protokoll szerint a programba, hogy bemenjen a kegytemplomba, és a kegyoltár előtt csendesen magában imádkozzék. Azt gondolom, hogy az az ima azóta szinte mindannyiunk életét valamennyire megérintette. Tegnap sokat hallottunk arról, hogy az a pápa látogatás mekkora jelentőséggel bírt, akár a kommunizmus bukásában, akár közép-kelet-európai országok, államok idézőjelbe vett föltámadásában. Én az elmúlt 30 évben sokszor éreztem, hogy ennek az egyik gyökere az az ima, amit a Máriapócsi kegytemplomban a Szent Atya részéről megtörtént. Én csak képeket láttam ennek az imának a milliójéről, ha szabad így fogalmazni. Ezt azért is szerettem volna köszöntő gondolatként előhozni, hiszen ma reggel is a közös imából indultunk el, hogy ezt a konferencia második napot átgondolkodjuk, átimádkozzuk, együtt legyünk. Mindannyiunk rászorulunk arra a napi, vagy akár szüntelen imára, amiből életünk, amiből megerősödésünk forrásozik. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy Máriapócson vagyunk, ahol az imának talán még személyesebb és még mélyrehatóbb ereje van. A második gondolat az egy picit személyes, hiszen tegnap nagyon sok és nagyon jó személyes visszaemlékezéseket hallottunk II. János Pál pápával való találkozásokról, az ő alakjáról. Engem biztosan nagyon szeret a Jóisten, mert fiatal római ösztöndíjasként a pápai görög kollégiumban éltem, és 5 éven keresztül lehetőségünk volt minden pápai szentmisén, amely Szent Péter téren, vagy éppen valamelyik római bazilikában, a nagyobb eseményeken mindig a görög kollégium egy diákonusa énekelt az evangéliumot, és ahhoz egy kis kórusnak kellett bekapcsolódnia. És hát nem voltunk túl sokan a kollégiumban, nem volt nehéz bekerülni ebbe a kis kórusba. És gyakorlatilag szinte minden pápai misén a Szent Atya háta mögött volt alkalmunk talán az ő tekintetén keresztül rátekinteni a világra és a világegyházra. Ezekben a pillanatokban én azt gondolom, hogy mindannyian egy kis család voltunk, a Szent Atyával, a kórussal, a hívekkel és a világegyházzal. És ez az érzés, ez a közösség, ez a gyakori tekintett találkozás, amiről tegnap már sokszor hallottunk, ez azóta is kísér, bizonyos értelemben fegyelmez és megerősít egyszerre. Szent II. János Pál 30 évvel ezelőtt Máriapócson a Szent miséje végén elimádkozta az Úrangyalát, és sajnos nem lehettem itt, de hallottam, olvastam. És előtte ezt a néhány mondatot fűzte az imádsághoz az ebédjült híveknek. Szeretném ezt felolvasni, nem hosszú. Kedves testvérek! Örömmel és meghatottsággal tölt el, hogy egy gyönyörű magyar földön a nyilvánosság előtt elimádkozhatom az Úrangyalát. Veletek együtt mondhatom el Máriapócs szentélyében, amely mindig fontos szerepet játszott az ország lelki életében. Ez az imádság egyszerű és rövid, de tömör kifejezéseivel magában foglalja üdvösségünk központi titkát. Jó tudjátok, hogy ez az ima oly sorsdöntő esemény következtében terjedt el az egész világon, amely hazátokhoz kötődik a keresztények győzelméhez a Nándorfehérvár védelmért folytatott csatában. 1456-ban a III. Kallixtusz pápa rendelte el, hogy a keresztény világban délben húzzák meg a harangokat, és kérjék Isten oltalmát a szép könyörgő imával Mária tiszteletére. Ez a könyörgés adott erőt a keresztényeknek azokban a nehéz időkben, amelyek oly sok veszedelemmel fenyegették mind a vallási, mind a polgári életet.
Ennek következtében az úrangyalát gyorsan elfogadták és bevezették az egész egyházban, mint a hála és az Isten anya közbenjárásába vetett és mindig megújított bizalom fohászát. Biztosan sokan ismerik az 1982-ben Santiago de Compostelában Európához intézett felhívását, amely talán soha nem volt annyira időszerű, mint most. Ehhez csatlakozva tudom azt mondani, hogy minket az a cél hajt, hogy életbe tartsuk a gyökereinket, megőrizzük azokat az értékeinket, amelyek Magyarország javára válnak, és így együtt válhassunk Európa javára, hogy Európa újra rátaláljon azokra az igazi értékekre, amelyek lehetővé teszik, hogy ne csak a múltja, hanem a jövője is dicső legyen. Ezt a célt és ezt a jövőt családjainkban érhetjük el, hiszen a családok tudják legjobban hordozni a jövő terhét. Mária Pócs és Debrecen 1991. augusztus 18-án egyszerre írta be magát a modernkori egyháztörténetbe, amikor délelőtt Mária Pócson bizánci szertartás szerint mutatott be szentmisét II. János Pál pápa, néhány órával később pedig Debrecenben szólt az ökumenikus igeliturgiára összegyűlt népes gyülekezethez. Kelet-Magyarország katolikus és protestáns népe a két lelki központban ugyanazon a napon részesült pápai áldásban. Nekem a pápai áldás az hidat képez Mária Pócs és Debrecen között. Az ismerős mondás sokszor elhangzik, minden út Rómába vezet. Az utazó pápaként föllépő II. János Pál pápa szolgálati ideje alatt megváltozott a mondás, és egyházi szempontból sokkal kifejezőbb lett abban a formában, hogy Rómából mindenhová vezet út. Már 23. János pápa is kilépett a Vatikánból, és bár előre haladott kora miatt nem vállalkozhatott külföldi útra, azért nagy lelkesedéssel járta Olaszország városait. 6. Pál pápa már élt a külföldre utazás lehetőségével. 2. János Pál pápa pedig alapvető egyházkormányzói eszközévé tette az utazásait. Franz König bécsi bíboros úgy látta, hogy 2. János Pál pápa utazásait, valamint a tömegtájékoztatási eszközöket, mint modern szószéket apostoli és hithirdetői tevékenységének szolgálatába állította. Ezzel a pápai munkamódszerrel megváltoztatta a pápaság klasszikus működését, és mobilissá tette a szentszék statikusságát, mivel ő maga azt vallotta, idézem, mindenhova el akarom vinni az egyház tanúságát, megragadni az alkalmat, hogy őszintén kérjek valamit az emberektől. Eddig az idézet. 2. János Pál pápa külföldi látogatásainak sorában a 98. útján tett először látogatást hazánkban, 91. augusztus 16 és 20 között. Magyarországra is határozott céllal jött, röviddel a vasfüggöny megszűnése és a vértelen politikai változások bekövetkezte után. Amikor a Népstadionban 1991. augusztus 19-én este a gazdag ifjú története alapján a magyar ifjúsághoz intézte beszédét, akkor ezt meg is fogalmazta, ezt a célt. Kettős cél vezetett, hogy ellátogassak hazátokba. Részben azért jöttem, hogy megerősítsem hitükben testvéreimet, akik az egyházhoz tartoznak. Részben pedig azért, hogy minden magyarnak feltárjam a keresztény világszemléletet, az emberi személy megmentése és az emberi társadalom felépítése érdekében. Azért jöttem el, hogy megtapasztaljam, milyen odaadóan munkálkodtok hazátok újjáépítésén, hogy megosszam örömöteket és gondjaitokat, és felkínáljam nektek a hit mérhetetlen erejét. Emelje magasra azt a hitvalló életet, amelynek gazdag üzenete van napjainkban is, ez a mostani évforduló, a pápa látogatás 30 éves évfordulója, és 2. János Pál pápa születésének 100. évfordulója, hiszen egy olyan korban élünk, amikor szinte túlhajtott módon a sztárokra figyel a világ, és nem a hitvallókra. Pedig a hitvallók hitei és erényei ma is utánzásra méltók lennének. A sztárolt embert a sztárcsinálók kitalálják és felépítik. A hitvalló épül és épít. A sztárolt embernek kitalálják az imázsát. A hitvallónak karakteres arca van. Krisztusra hasonlít. A sztárolt ember a reflektorfénybe vágyik. A hitvallóban világosság támad, és ezt a világosságot továbbadja. A sztárolt ember várja, hogy felfedezzék. A hitvallót
a megragadottság hordozza. A sztárolt embernek szlogent adnak a szájába. A hitvallónak megadatik a helyén mondott szó, az ige. A sztárolt ember számára Jézus Krisztus szórakozás, mint szupersztár. Nem csak az apja, hanem ő maga is. A hitvalló viszont a passió Krisztusában gyönyörködik. A sztár szeretné megvalósítani önmagát, a hitvalló a megváltás megvalósultságát éli meg. A sztárolt ember elkopik, és lassan kimegy a divatból, meg hulló csillaggá válik. A hitvalló ragyog, és időről időre megőrzi aktualitását. Ilyen aktuális életpélda még a reformátusok számára is, II. János Pál pápa szolgálata. Isten áldja meg emlékezetét népünk életében és az európai kereszténység köreiben, hogy meglátszódjon rajtunk, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk, mondja a zsidókhoz írt levél. Európa Solidarność Narodów Europejskich był centrum nauczania Jana Pawła II przez cały jego pontyfikat. W czasie pierwszego papieskiego kazania w Polsce w 1979 roku mówił, wkładając te słowa w usta polskich żołnierzy II wojny światowej, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na Jelanie. Do dziś pamiętam chwilę ciszy, a potem kilkunastominutowe oklaski Polaków, gdy Ojciec Święty powiedział te słowa. Európa és az európai nemzetek szolidaritása II. János Pál egész pápasága során tanításának középpontjában állt. Első lengyelországi pápai prédikációja során 1979-ben azt mondta, a következő szavakat a II. Világháborús lengyel katonák ajkára helyezve, hogy nem létezhet egy igazságos Európa önálló Lengyelország nélkül a térképen. A mai napig emlékszem a csendre, majd a lengyelek tizennéhány perces tapsára, mikor a Szentatya kimondta e szavakat. Majd néhány pillanattal később azt mondta, hogy nem lehet megérteni az embert máshogyan, csak abban a közösségében, mely az ő nemzete. Nyilvánvaló, hogy ez nem az egyetlen közössége. Azonban ez egy különleges közösség, ezáltal a családhoz a legközelebb, és az ember lelki fejlődése számára ez a nemzet lehet a legfontosabb. Ez a két állítás már akkor megmutatta az Európáról szóló pápai tanítás természetét. II. János Pál számára Európa mindig is a nemzetek közössége volt, melyek igen, elsősorban a kultúrában fejezik ki magukat, de amelyek szerepük betöltéséhez elsősorban függetlenséget és politikai önállóságot kell, hogy élvezzenek. II. János Pál első zarándokútja során a már független Lengyelországba arra emlékeztetett Varsóban, hogy Közép-Európa nemzetei rendelkeznek saját európaiságuk hagyományaival. Mik voltak ezek a saját közép-európai, európaiságunk hagyományai? A nemzetek együttélésének tapasztalatai a Jagelló és a Habsburg monarchiában. Harc a szabadságért a hit nevében. Szabadság a francia forradalom rémálmától. De a magányos ellenállás a kommunizmussal szemben is, amikor Európa többi része eltaszított bennünket. Azonban, folytatta II. János Pál, el kell gondolkodnunk Európa és az európaiság valóságán, és mindenek előtt tudatosítanunk kell magunkban, hogy elkezdett kialakulni egy másféle európai mentalitás, egy olyan mentalitás, amely röviden így fejezhető ki egy mondatban. Gondolkodjunk úgy, éljünk úgy, mintha Isten nem is létezne. Amikor tehát 1997-ben II. János Pál találkozott Gnyeznóban, Szent Adalbert és Szent Imre városában, Közép-Európa országainak államfőivel, azaz Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Litvánia, Csehország, Ukrajna és Németország elnökeivel, azt mondta, hogy idézem, nem lesz egység Európában, amíg az nem lesz lelki-szellemi közösségé. Az egységnek ezt a legmélyebb alapját a kereszténység hozta el Európába és erősítette meg az évszázadok során evangéliumával, az ember megértésével és az emberiség és nemzetek történetének fejlődéséhez való hozzájárulásával. Ez nem a történelem kisajátítása, mert Európa történelme olyan, mint egy nagy folyó, melybe számos mellékfolyó és patak folyik be,
és ez az Európa történelmét alkotó hagyományok és kultúrák sokfélesége nagy gazdagság. Az európai identitás magja a kereszténységre épül. Idézet vége. Érdemes odafigyelni a civilizáció egyetemes és közösségi koncepciójára, mely a konkrét keresztény identitásra épül, de ugyanakkor nyitott azokra, akik anélkül, hogy részt vennének benne, de közösségben akarnak velünk élni. Azok a nemzetek és civilizációk, amelyek nem tartják tiszteletben saját értékeiket, és nem követelik meg számukra a tiszteletet, soha nem lesznek képesek közösséget építeni senkivel. Aztán pápasága utolsó éveiben beállt az elutasított párbeszéd drámája. Ugyanis egyfelől Európa magasabb integrációs szintre akart lépni, ekkor született meg ugye az európai alkotmány ötlete, másfelől azonban konokul elutasított minden a keresztény identitás megerősítésére vonatkozó pápai felhívást. Először a Nagy Károly koronázásának 1200. évfordulójára írt levelében szólított fel II. János Pál arra, hogy az új európai szerződés utaljon Istenre, majd a keresztény értékekre, végül pedig a keresztény örökség tényére. Mindezen felhívást az Európai Unió vezető politikai rétege elutasította. Ebben a környezetben és összefüggésben jött létre II. János Pál európai végrendelete, mert így tekintek a halála előtt 2 évvel meghirdetett Ecclesia in Europa című kezdetű apostoli buzdítására. Nagyon sok idézet lesz most az apostoli buzdításból, melyeknek a számát nem mondom, de így idézze, jelzem, hogy ezek idézetek. A buzdítás emlékeztetett arra, hogy Európa a katolicizmusnak köszönheti egyetemességét. Ma azonban súlyos lelki és civilizációs válságba került, így most elsősorban kihívást jelent számára szembenézni a létezését fenyegető veszélyekkel. Próbálkozások történnek, idézem, Európa arculatának megformálására úgy, hogy elszakítják a törzstől, melyet a kereszténység éltető nedve jár át. Amennyiben vallási örökségének, s különösen mélységes keresztény lelkületének kizárásával próbálják megalapozni az európai népek jogait. Érdemes észrevennünk, hogy a vallási örökségre, sőt az Európa keresztény lelkére jelentő alapvető veszélyként II. János Pál a jogalkotást jelöli meg, azaz a nemzetközi és nemzeti intézmények politikai tevékenységét, mely az európai nemzetek keresztény élete ellen irányul. Ez a helyzet arra kötelez bennünket, hogy idézem, elutasítjuk azt az állandóan visszatérő kísértést, hogy az emberek városát építsük föl Istentől függetlenül, vagy Isten ellenére. Mert ha ez megvalósulna, az emberi együttlét előbb vagy utóbb helyrehozhatatlan kudarcba fulladna. Idézet vége. Ez reakciót igényel, de még ennél is többet, a nemzeteink által végzett évszázados civilizációs munka újraindítását. Európának ma nem szabadna csak hivatkoznia keresztény múltjára, hanem megkezd tanulnia újra a Jézus Krisztus személyével és üzenetével való találkozásban alakítani a jövőjét. Ismét teljes mértékben tiszteletben kell tartani Isten szuverenitását a társadalmi életben és kultúrában, és a kereszténység újra Európa nemzeteinek közös javát kell, hogy képezze. Minden nemzetnek egyenként is, de valamennyinek együtt is. Ahhoz, hogy ez lehetségessé váljon, le kell győzni az egzisztenciális szorongást, amely tönkreteszi nemzeteink életét. Ennek alapvető megnyilvánulásai mindenekelőtt a demográfiai meggyengülés, az élet továbbadása iránti vágy hiánya általánosságban, és a lelki meggyengülés, a papi hivatások válsága és a hit átadásának elmulasztása. De mindennek a végső dimenziója ezen állapotnak a jóváhagyása. Európa népeinek többsége némán megtagadta hitét, bár ma a pápa 18 évvel ezelőtt írta ugye ezt az apostoli buzdítását, már inkább nyílt, és nem csak csendes hitehagyásról kell beszélni. Akkor II. János Pál alapot talált a reményhez, melyet Európa keresztény civilizációjának megújításáról szóló tanítása során át is adott. Hol találta meg ezt a reményt? Mindenekelőtt 2 konkrét motívumot jelölt meg. Az első a kommunizmus bukása és az azzal ellenszegülő vértanúk tanúságtétele volt. A pápa ezt így fogalmazta meg.
A vértanúság a remény evangéliumának legnagyobb megtestesülése. A másik reményt adó alap a szabadság visszaszerzése Közép-Európa népei által, és az a lelki-szellemi energia, melyet át tudnak adni hanyatló civilizációnk számára. De vajon akarja-e Európa a mi szolidaritásunkat? Vajon nem akar-e inkább arra rávenni bennünket, hogy vegyünk részt saját hitehagyásunkban, vagy nem akar-e kizárni bennünket? Második János Pál ezt alapvető kihívásként kezelte, nem pedig akadályként. Azt tanította ugyanis, hogy a kereszténység a civilizációt a tanítás útján alakítja, amikor elfeit elfogadják, de ugyanakkor a konfrontáció által is, amikor azokat elutasítják. És az a tény, hogy az egyházért, nemzeteinkért, de civilizációnként való felelősségtől vezérelve folyamatosan beállunk ebbe a lelki és társadalmi küzdelembe, ez második János Pál végrendeletének valódi beteljesítése. Ahogy a mester mondta, magában a küzdelemben van a remény. Jest prawdziwym spełnieniem testamentu Jana Pawła II. Jak mówił Radio Demes, w samej walce jest nadzieja. Második János Pál pápa itt van velünk. A mi életünkben volt az egyház vezetője, a halála után a Jóisten mellől is folyamatosan fogja a kezünket, segít bennünket, azért, mert elképesztően gazdag második János Pál pápa öröksége. Második János Pál pápa azt mondta, hogy keresztényként a közéletben nem egy lehetőség, hanem kötelességünk részt venni. Érdekelte Európa jövője, értette a közép-európai gondolatot, értett bennünket is, értette a lengyel testvéreit, értette a honfitársait, és értette azt, hogy Európa miért fontos, Európa keresztény gyökere, Európa keresztény kultúrája és Európa keresztény értékei miért rendkívül fontosak, és miért kell megőrizni azokat. Én azt gondolom, hogy kijelenthetjük azt, hogy Szent II. János Pál pápa is pontosan olyan jól látta, ahogy ezt mások is, hogy Európában hosszú távú, sikeres politika csak akkor képzelhető el, hogyha az a bibliai emberképre van építve. Ez egy közös küzdelem, mert ez az emberkép, ez amit mi gondolunk családokról, fiatalokról, értékekről, az most támadás alatt áll. Védelmeznünk kell az értékeinket, védelmeznünk kell a családot, védelmeznünk kell a szavainkat. A szavainkat lopják el. Gyütmentként itt Szabolcs-Szatmár Mereg megyében nem merem kritizálni az itt élőket, de sokszor hallom, amikor idejövök, elég sokszor van szerencsém errefele jönni programokra, hogy Pócson találkozunk. Kihagyjuk a lényeget. Hát Máriát. Mindig azt mondjuk, hogy a pócsi program, a pócsi templomban, majd a pócsi konferencián is, Mária Pócson vagyunk. Ez olyan, amikor azt mondjuk, hogy megünnepeltük a vasárnapot, hiszen finomat ettünk, hiszen elmentünk színházba, hiszen pihentünk is, csak épp kimaradt a szentmise. Kimarad a lényeg a szavainkból, kimarad a lényeg a tetteinkből. Figyeljünk oda, hogy milyen szavakat használjunk, és figyeljünk oda, hogy hogyan élünk, és hogyan próbálunk meg ebben a küzdelemben boldogulni. Mert ez a küzdelem, ez teljes embereket, egészséges értékrendet és felkészültséget kíván. Ezért nagyon fontos második János Pál pápának az az üzenete, nagyon híres és mindenki által ismert üzenete, hogy ne féljetek, ezt le akarnánk fordítani, azt is mondhatnánk, hogy legyetek bátrak. Legyünk bátrak abban a küzdelemben, ami most előttünk van, ami azt akarja mondani, hogy a mi hitünk, a reményünk, az, amit mi fontosnak vallunk, azt már meghaladta a világ. Az egy múzeumban való poros dolog, ki lehet állítani, mert egyszer a világ volt ilyen is, egyszer gondoltak ilyet is, de Istent szeretnék száműzni a közéletből, akkor azt gondolom, hogy be akarják tenni a tűr kategóriába, ugye a tűr-til támogat, ugye a tiltól még azért hál' Istennek egy-két lépésre vagyunk, de nagyon közel van az is. Látjuk, hogy itt volt a napokban az a finn volt belügyminiszter, most parlamenti képviselő, aki 2 év börtönnel néz szembe, mert egy bibliai idézetet mert a közösségi oldalán kitenni, és egy bibliai idézettel válaszolta neki vádaskodóknak. Ez most 2 év börtönnel néz szembe Finnországban. Tehát ez az a szép új világ, ami zárójelbe szeretné tenni a jó Istent. Mindannyian tapasztalhatjuk ezt, hogyha szertenézünk a világban, hogy egymásnak feszül az életkultúrája és a halálkultúrája. Egymásnak feszül az a kultúra, ami fontosnak, a társadalom alapépítő közösségének, értékteremtő és értékhordozó közösségnek tartja a családot, és szembe kerül azzal a kultúrával, ami azt mondja, hogy a család nem fontos. Az épített örökséget meg tudjuk menteni, az épített örökségnek van értelme, hiszen kereteket ad az életünknek, de az épített örökség arra való, hogy megtöltsük élettel. És itt jön be második János Pál pápának a fiatalokhoz intézett szavai.
Isten szeret benneteket, mert ő maga is fiatal. Ezt mondta a Népstadionban 1991-ben, és erre utalt több alkalommal is a világban, mert mindig kereste az alkalmat, hogy a gyerekekkel, hogy a fiatalokkal találkozhasson. Rengeteg gesztust tett a fiataloknak, és fontosnak tartotta azt a Boszkó Szent János által is vallott elvet, amit a Jóisten is gondol, hogy elég, hogy fiatalok vagytok, hogy szeresselek titeket. Ezt mondta Boszkó Szent János, és ennek nyomán másik János Pál pápa is mindig kereste az alkalmat, hogy tanulhasson a fiataloktól. Mert akkor az nem érdem, csak egy állapot, ezt tudjuk, de mégiscsak azt látjuk, hogy ha a felnövekvő nemzedék, ha a jövő nemzedékét fontosnak gondoljuk, ha a nevelést a családban kezdjük, és a családban folytatjuk a hitre nevelést, mert járhatnak a gyermekeink hittanórára, ha otthon nincsen tanúságtétel, ha otthon nincsen közös imádkozás, ha otthon nincsen közös beszélgetés, a hit közös megélése, akkor az a hittanóra, és minden tiszteltem a hittantartó atyáké, nem ér annyit. Az a helyzet, hogy a fiatal nemzedék érték keresése és identitás keresése az egyik legfontosabb harc lesz ebben az évszázadban. És hogyha azt látjuk, hogy bízunk abban, amit Szent II. János Pál pápa nekünk hagyott örökül, és ahogy ő megélte a hitét, ahogy ő bízott a szűzanyában, ahogy ő bízott Jézus Krisztusban, akkor ez bizalmat adhat nekünk is a következő évtizedek csatáira. Mert amikor elkeserednénk, és azt látjuk, hogy mennyi gonoszság, mennyi bűn, mennyi erkölcstelenség, mennyi támadás van a világban, akkor gondoljunk arra, hogy a Jóisten méltónak gondolt bennünket arra, hogy ezt a csatát mi most itt megvívjuk, mert mi most vagyunk itt ebben a korban. Most kaptunk hivatást arra, hogy ezeket az értékeket ne csak megéljük, hanem meg is valljuk. És ez nem lesz mindig könnyű, most sem könnyű mindig. Itt ebben a teremben, meg a Mária Pucsi Bazilikában könnyű. Sőt, ez néha így kitör belőlünk a hitnek a megélése. De aztán holnap, meg holnap után, meg azután visszakerülünk a hétköznapok világába, oda, ahol jöttünk, mindenki a saját helyén, ahol nem mindig könnyű megvallani, pláne nem, de sokszor még megélni sem saját magunknak. Ehhez pedig II. János Pál pápa iránymutatásai szerintem mindig segítségül szolgálnak, úgyhogy hívjuk őt segítségül, forgassuk azokat, amiket mondott, és vigyázzunk, ápoljuk ezt az örökséget, mert ebből az örökségből mindig csak jövő származhat. Készült a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával.